estét kívánok, ez a 48 perc, az M1 és a híradó.hu közös élőben sukázott hírháttérműsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsor házigazdája, ma este vendégeim Hont András, és Kulifai Máté. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást, üdvözöllek a műsorban először az első Nagyon köszönöm a No, kezdjük szerintem a hét legfontosabb hírével, egy elképesztő katasztrófa következett be Ukrajnában. Kedden felrobbant a gát, amely egy hatalmas víztározót tartott föl. Ezek után sok millió, talán milliárd köbméter víz ömlött Herson megyére, illetve magára Herson városára, és ezzel humanitáris katasztrófát idézve elő. Ukránok és oroszok egymásra mutogatnak, viszont az Európai Tanácsnak az elnöke Charles Michel rögtön felelőst hirdetett, azt úgy fogalmazott, hogy a polgári infrastruktúra lerombolása egyértelműen háborús bűncselekménynek minősül, és Oroszországot és megbizotjait felelősségre fogjuk vonni. Tehát, ezt szerintem tisztázunk, hogy ö, mi történhetett, persze tudom, hogy senki se tudja, nem voltunk ott, nem ti a TNT-t, de azért kíváncsi vagyok a véleményetekre, aztán pedig arra majd, hogy Sármiser, hogy, hogy már két nappal később tudja, hogy mi történt, miközben még mondjuk az északi vezeték felrobbantásáról mindig nincsenek biztos információk. Kérdezem, én? Szerintem igen. Szóval azért én meg, meg volnék lepődve, hogyha nem az oroszok lettek volna. Nyilvánvalóan nem tudjuk százszázalékos biztonsággal megállapítani, hogy kik voltak, de az, hogy kinek az érdeke, még azt is beleszámol, hogy ez a krímnek a vízellátását gyakorlatilag megszünteti, még ezt is beleszámolva ez orosz érdeket, leszűkíti magát a frontot. Hetek, hónapok óta mondják, hogy na most akkor majd jön az ukrán ellentámadás, ami a mai napon elindult, és egyébként pont élen. Szóval minden katonai logika a hadviselés szempontjából ez az oroszok oldalán áll, mondjuk ellentétben az északi áramlattal, amely nem állt az oroszok érdekében, mármint annak a felrobbantása. A háború az ilyen. Ezért nem jó, hogyha háború van. És abban az esetben, hogy hadviselő felek vannak, ráadásul van egy agresszor ebben, ez egy közmegegyezés van, hogy ki az agresszor ebben, az úgy fog eljárni, hogy az agresszorok el szoktak járni. Én is azt gondolom, hogy az oroszoknak inkább használ, bár vannak ellenérvek is, azért ezeket is mondjuk el, hogy, az északi áramlat felrobbantása, ami az egyik olvasat szerint, amerikai olvasat szerint, ukrán barát partizánok műve volt, akik ki Ez a, a, a harmadik -e. olvasat egyébként. Hát igen, de ezt már... akkor hozták nyilvánosságra, amikor Scholz kancellár Washingtonban volt, és ugye az amerikai média hozta le ott a szivárt. Csak azt arra akartam utalni, hogy a nyugati sajtó az amerikai média tulajdonképpen már a harmadik verzióval állt elő. Igen, ez az egyik volt, ugye felrobbantották az ukránok is Irpinnél a gátat, amikor uh -huh. tavaly februárban, márciusban az oroszok Kiev felé mentek, és ott ők is robbantottak gátat, illetve hát volt ugye a Kercsi hídnek a, a, a úgymond egy akció, ami feltehetően ilyen odamenős módszer volt, tehát szólnak emet is érvek, én azt gondolom, amit András mond, de láttuk, hogy az ukránok éjszakra csalták az orosz csapatokat a belgorodi behatolással, vagy hogy Bachmutnál máshol ilyen ellenlőkéseket hajtottak végre, az oroszok délről csoportosítottak át csapatokat, nagyon jól lehet látni a térképeken, és akkor ugye, hogyha felrobbantották a gátat, most nagyjából egy ilyen 90 mérföldes részt nem kell védeniük, és az ott lévő csapatokat át tudják irányítani. Néhány hétig, talán a NATO csúcsig, amíg ez az ukrán ellenoffenzíva kibontakozik, vagy erőt vesz, addig talán így tehermentesítik azt a részt, ami most el lett árasztva. Én nekem az a legérdekesebb fejleménye ebben, hogy például az Egyesült Államok feltűnően nem nevezte meg Oroszországot, mint felelős. Tehát ugye említetted a Európai Unió vezetői részéről, hogy egy, gyorsan behatárolták a, az elkövetőt, viszont az Egyesült Államok részéről nagyon érdekes, hogy, hogy az ilyen jellegű, ilyen kétes eseteknél valamiért nem állnak egyértelműen Ukrajna pártjára, emlékezünk, csak, amikor a lengyel területekre csapódott berakéta, rakéta, ott is Washington nagyon gyorsan egyből cáfolta Zelenszkinek az állítását, ami egy érdekes politikai játszma valószínűleg, és csak azért osztom fel ezt példának, mert, mert érdekes ez a kommunikációs hadviselés, ami zajlik párhuzamosan a katonai cselekményekkel, hogy lényegében majd, hogy nem élőben közvetítik az ukrajnai háborút a fronton hát ez ennyi Az inform... háborúval is így volt. Igen, hát, hogy ennyi információ, ennyi podcast beszélgetés, ennyi biztonsági politikai szakértő szerint a... Hát csak azért is, hogy az 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 politikai nem szakértő, mint annak idején az orosz tanárokkal, hogy a virológusokat át kell képezni valamivel. <laughs> nem, de egyetértek Mátéval, mert végülis tényleg gyakorlatilag ezer millió csatornán ömlik a, a tudósítás. A legkülönfélébb, legobskurusabb helyekről is lehet egyébként egészen érdekes információkat, vagy egy Telegramról, Twitterről, csomó olyan helyről, ahol korábban, tehát ezek nem léteztek. De volt de a CNN, aztán az volt kész. De gyakorlatilag az egy mondom azt, hogy nyilvánvalóan hozzáférés demokratizálódót, demokratizálódott, ami de beleértve az, hogy a műamatőrök uh -huh. hozzáférnek a műhold felvételekhez és azt elemzik egymás között. Tehát ezt is beleértve, ez, ez tény is való, de én válaszolnék az amerikai felvetésre, ha... Persze. Ugyanis ez érdekes, az amerika perspektívája, mint nagyhatalom a más mint mondjuk kisebb országoké, kis hatalmak és a többi. Amerikának az ellenfele, és ahogy telik az idő, egyre inkább tudatosítja magában, hogy az igazi ellenfele az nem Oroszország, hanem Kína. Ergo a de de érdekelt az amerikai Egyesült Államok, nem jó neki az, hogyha a feszültség az a lehető legmagasabb fokra hág orosz-ukrán uh, Ez viszont sértheti az ukrán érdeket. Az ukrán, ukránok viszont abban? Abszolút sértheti. De ez némileg, most csak ez egy logikai kísérlet, tehát Ilyen alapon akár az ukránoknak is állhat érdekében. Tehát eszkalálni a konfliktust egy gátrobbantással. Hát, nem? nem? nem gondolom azt, hogy, hogy robbantanak egy gáptat, azután elkezdenek pánikszerűen evakuálni, ez, ez, van, van, más módjuk, Igen. van más Igen. módjuk az eszkalációra, de amit a Máté említett, az pont ilyen volt, hogy amikor mint kiderült, eltévedt Ukrára rakét a, a eset Lengyelországra, és egyből megvolt a hivatalos ukrán vélemény, ez, ez, ez tipikusan ilyen eset volt. Igen. És egyébként nagyon, nagyon érdekes, hogy akkor a lengyelek maguk nem mondtak először semmit, majd aztán ők is beálltak a, a cáfolat kategóriába, nyilvánvaló. Persze, érthető egyébként ez az ukránok részéről, de ez nem erkölcsi kérdés, ez, ez erőegyensúly kérdése, fenntarthatóság kérdése, annak a kérdése, hogy hosszú távon mi tudja garantálni a békét, a prosperitást, Amerika érdekeit, és így tovább. Rendben, de az Európai Uniónak, annak vezetőjének, mert most mindegy, tehát formálisan a vezetőjének, Sármiselnek, Egyébként miért áll érdekében, hogy ilyen gyorsan eredményt hirdessen? Azt elmondtad, hogy az amerikaiaknak miért nem, az európaiaknak meg miért igen? Szerintem pofon egyszerű a kérdés, egy háború kellős közepén, amiben akár kijelentjük, akár nem, valamennyire azért részt vesz az Európai Unió is, hanem is közvetlenül, ugye minden háborúban szükség egy ellenségkép gyártása. Egy jó és gonosz felosztás. És szerintem ez a legegyszerűbb, hogy ha rossz történik, akkor... Szükségszerűen, kötelezően be kell sorolni a, az oroszoknak a, a felelősség listájára, mert hogyha nem oda sorolják be, akkor relativizálódik az összes uniós támogatást összes fegyvert állítás, stb. Tehát, hogy bármi rossz dolog történik, akkor azt megindokolják, megindokolja utólag is az összes ilyen jellegű döntést, akár a szankciós csomagot is. Michelin, látunk még egy érvet, mert ugye pont most tanácskoznak, a, vagy tanácskoztak pontosabban a, a tagországoknak a, a nagykövetei, a brüsszeli nagykövetei, az állandó képviselőknek hívják őket, ugye az új szankciós csomagról, uh -huh. és most már nem csak Magyarország kifogásolt dolgokat, hanem Görögország is, és ugyanaz, mint Magyarország, hogy görög cégeket is vegyenek le arról az ukrán fekete listáról, amely, amelyen az ukránok szerint a háborút támogató cégek sorakoznak, uh -huh. és itt az OTP-t is felvették az, a, az, ukránok, ugye a magyar kormány ezt kéri, hogy vegyék le, és a görögöknek is vannak olyan cégek, főként hajózási cégek, amelyek olajat szállítanak Oroszországból a világ más részeire, vagy hát ilyen hajózási szolgáltatásokat nyújtanak, és ugye ők ezt kérik, és ezért ők is azt mondják, hogy amíg az ukránok nem tesznek eleget ezeknek a kéréseknek, addig nem tudják ezt támogatni. Tehát Michel szerintem erkölcsi nyomást is fel akart építeni. Látjuk, hogy amikor bármi rossz dolog történik, és ezért borzasztó a háború, ezért kéne minél hamarabb békét kötniük, vagy leülniük legalább tárgyalni, mert most most egy, most egy gát robbant föl, múltkor tudom is én ilyen, ilyen, ugye az elektromos hálózatot kezdték előni, el aztán most egy ammónia vezetéket is felrobbantottak. Tehát hol lehet a végállomása ennek? Ezért mondjuk az erkölcsi nyomást építik fel Brüsszelben, hogy a szankciókat minél tovább tudják fokozni. Én nem értek azzal egyet, hogyha úgy kezdünk ezzel kapcsolatosan egy mondatot, hogy Európa ezt vagy azt akarja. Mondjuk a Kissinger híres bombója szerint, ha beszélni akarok mm. Európával, akkor nem tudom, hogy kit hívja. a, Bocsánat, a de Kissinger idejében még nem létezett ez a pozíció, most teremtett az Európai Unió egy formális pozíciót. Ő most teljesen mindegy, hogy amúgy egyébként egy jelentéktelen súlytalan ember, de mégiscsak Európa nevében beszél, András. Jó, hát ez most édes mindegy, rendben. Hát de azért nem teljesen mindegy, azért. Valószínűleg a azért van jelentőség. Dán királynő úgy gondolná, hogy a Dán kormány hatáskörébe tartozó ügyekben egyszer csak úgy megnyilvánul, akkor valószínűleg... Királynő van most? Abban az esetben azt hiszem, hogy érdekes belpolitikai fejlemény lenne ebből. De számomra az az érdekes, és hogy szerintem inkább ez lesz a kulcs, hogy a... a európai adminisztráció és diplomácia ilyen légüres térbe került az elmúlt két-három éve, körülbelül a Covid elejétől kezdve, mint egy az űrodasszájában így el, elkalódott volna egy műhold, és egy lebeg valahol. Ez igaz a bizottságra egyaránt, mert mondom igaz a különböző főmértóságú testületekre és tisztségviselőkre, és ez, ez jövő évig lesz így. Beszélni fogunk erről, ha minden igaz, akkor majd inkább elmondom Macronnál, jó? jó. <laughs> 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 Nem titok egyébként a nézők előtt, nem kell titkolnunk, hogy meg szoktuk beszélni, hogy milyen témák lesznek, hogy föl tudjatok készülni. Hát az a beszél, mert meg, meg szoktuk beszélni, hogy kapok egy SMS-t és így átnézem, ez mondjuk más szoktam a megbeszélés alatt érteni, de igen. Szoktuk így van. Igen. Mindenkinek. Nos, mások egyébként másképp látják ezt a kérdést, itt van például Tucker Carson. Szerintem az ő személye nagyon érdekes, ő, ugye az a Fox, korábbi Fox műsorvezető, akit a TV csatornája elbocsátott, és indított egy saját Twitter csatornát, mert egészen döbbenetes számokat produkál a ukrán gátrobbantással, az ukrajnai gátrobbantással kapcsolatban. kirakott egy videót, ezt most már hiszem, 103 millióan nézték meg. Hát ő nem finomkodott, ő azt mondta, hogy lehet, hogy fáj Ukrajnának ez a gátrobbanás, vagy robbantás, lehet, hogy fáj Oroszországnak, ő maga részéről úgy gondolja, hogy ezt az ukránok csinálták. És ez önmagában érdekes, hogy ő miért jutott erre a véleményre, de ez a Tucker Carlson jelenséget szerintem próbáljuk egy kicsit megérteni. Tehát van egy rendkívül népszerű műsorvezető, tehát szerintem a Fox csatorna leg, legismertebb, legnépszerűbb arca volt. Milliós, sok-sok milliós nézettsége. A csatorna valamiért nem tudjuk miért kirakta. A pasos most elindította ugye a saját oldalát, és és tényleg rekordokat döntöget. Ez nem arra mutat rá szerintetek, hogy az amerikai nyilvánosságban azért más hangokra is szükség van. Tehát, hogyha egy ember gyakorlatilag mindenféle hype nélkül ekkora számokat tud produkálni, az a számomra a hiányt jelzi. Erre igény van. Nem úgy igény van rá, ennél, szerintem itt több van a Tucker Carlson jelenségben, de először is próbáljuk meg helyre rakni, amit ő maga mondott. Tucker Carlson egy botrányhő, és annak igen, egy, egyébként roppant tehetséges. Lehet tudni, hogy a Fox-tól mérment egyszerűen előre szaladt, belézett dolgokat bizonyítással kapcsolatban. Tehát Amit ez, ez, ez azért, az olálytámos... amerikai médiában azért mondjuk, tehát hogy ez azért... Nem példa nélküli. Nem példa nélküli, tehát de... Hát, arra a te kedvenc témádra, tehát, hogy a, az amerikai média a Covid-ról hetenként mást mondott. Az a kisebbik baj, a, a nagyobbak baj az, hogy egy év elteltével, vagy egy éven belül a CIA is mást mondott, amit azért az ember <laughs> más szokna meg. De mindegy, igen, van ilyen, de ettől függetlenül a Tucker Carlson nevére vette ezt, ez ezzel jár, ezt mindannyian tudjuk, hogy ha valaki a teljes személyiségét mögé rakja, akkor uh -huh. utána kezdjen a siránkozni, hogy akkor a személyisége lesz a kárvallotja. Egyben most amit mondott, ugyanebben az adásban elmondta azt is, hogy hát ő pontosan tudja, hogy idegen űrhajókról az amerikai kormányzatnak információja van, ami most nem az a lényeg, hogy vannak-e idegen űrhajók, vagy nem, mert hát ha a világegyetem tényleg úgy néz ki, hogy a tudósok mondják, tehát végtelen, és nem tudjuk, akkor nyilván vannak adat van nagyobb jelet valószínűsége, valószínűség, hogy vannak idegen űrhajók, viszont az, hogy erről az okay. amerikai kormány tudna, és ezt Tucker Carsonnal közölni, ez valószínűleg okay, andes, De akkor ezt szeretném hozzátenni, hogy Hillary Clinton a saját kampányában mit ígért meg. Azt mondta, hogy az UFO aktákat azokat nyilvánosságra hozza. Nem azt mondta, hogy léteznek UFO-k, de azért az UFO hívők felé tett egy ilyen kikacsintást, hogy szavazatok rám, mert akkor én végre leleplezem itt a nagy titkot, hogy ott, ott műtik a hátsó szobában éppen a, 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 a zöld lényt. Tehát azért legyünk tisztában. És, és Hillary nyert? Tehát ha Hillary gyert volna, akkor az ufo oktákat <laughs> már nyilvánosságra hozzák. Szerintem akkor sem hozzák nyilvánosságra, én csak azt akarom mondani, hogy az amerikai közvélemében ezzel nagyon sokan játszanak, ezzel a kártyával. Mely ebben? Na, szóval akkor válaszolnék, akkor ezek után, miután a hard részét a dolgoknak, hogy mit is mondott Igen. tisztáztuk, hogy akkor lendüljünk a jelenségre tovább. Minden korban van egy adott korszellem, egy adott beszéd, stílus, mód, ahogy kell. Ezt manapság szórakoztató módon egyedül az altrály tudja kikezdeni, illetve az a fajta reakciós konzervativizmus, amit a Tucker Carlson képvisel. Egyszerűen érdekesebb ebből a pozícióból beszélni és bármit mondani, mint akár valamilyen vók, akár valamilyen másbalós, akár környezetvédő, bármilyen szempontból. A, a korszellemet itt lehet kikezdeni. Ez a... Ez, ez a az a helyzet, az a stílus, az a, az állítás halmaz, amely, amely e, ki tud váltani olyan figyelmet, amely jelentős, ugye 72 millióan nézték egy... 103, a, most már 103 millió. De amikor elkezd, akkor volt az izé, oké, rendben, hogy most 103, de... Pörög, ma, ma, tehát tényleg nagyon pörög, virálissá vált, hogy ezt mondom. Ez a három... Ö... ö, 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 ö most fennyezz, igen? De nem csak mondjátok, hogy még van. Mit, ha még akartál volna valamit mondani. Egyetlen egy mondatot akartam hozzátenni, becsak. hogy a figyelmet ezt, ezt ez, ez tudja kivívni, és pontosan azért, mert a közönség érzi azt, hogy ebben van a más. Igen, ez, ez fontos. Én még három rövid dolgot szeretnék hozzátenni. Ugye itt volt egy formális ok is, ami miatt ugye el kellett jönni a Fox News-tól. Ez egy nagyjából 700 millió dolláros perenkívüli egyesség volt a választásokkal kapcsolatos mondással, amit Carlson ugye nevére vett, hogy választási csalás volt, és a cég, amely ezeket a gépeket száll választási gépeket szállította, Igen. ugye perenkívül megint. Ez egy elég súlyos, 700 millió dolláros perenkívüli egyesség. Ez egy Amerikában is ez egy komoly tétel. Egy nem hivatalosoknak én azt hoznám fel, hogy azért Carlson pláne ezzel a választási, ügyek, választási ügyek felúzásával azért elég erősen a Donald Trump narratíváját erősítette tolta, és hát látjuk, hogy ez az amerikai hatalmi elit, ez a két párti elit mindent elkövet, hogy Trump versenyen kívülre kerüljön, most ugye újabb pert indítanak ellen Tehát ez is benne lett. És ami meg az elérést illeti, hát azért ne feledkezzünk meg, hogy a Twitternek a vezet, a tulajdonosa, ugye Elon Musk, Ronde Santisszal közösen beszélgetett, amikor Santis DeSantis, bejelentette az indulási szándékát, és hát a, hogyha a Twittert nézzük, ami Amerikában, az angol száz egy, egy, olyan, mint nálunk a Facebook, akkor könnyen elképzelhetőnek tarthatjuk, az algoritmus esetleg megtolta ezt a Tucker és már is van egy olyan új kvázi post, Fox News, ami majd a DeSantisnak lehet a, a tévéje. Tehát itt azért ilyen vonalakat is, hogy pontokat, hogyha látunk, és ezeket összekötjük, akkor ezek nálam nagyon egy irányba mutatnak. DeSantis irányába. Én inkább azt emelném ki, hogy egyszerűen olyan szinten megroppant az emberek bizalma a médiában, az elmúlt öt 10 évben, hogy egyszerűen a, ebbe a vákumba robban bele is. És érdekes módon, amikor ő rendszeren belül volt, akkor is rendszeren kívülre beszélt, és a Foxnak ez egy gazdaság érdeke volt, hogy bevonza azokat a nézőket is, akik csak Tucker miatt nézik a Fox News nyilván azzal, hogy kirúgták, ők mérlegelték hát, ezt minket... a Ha balettáncolnak, az valószínűleg kevesebben néz. Abszolút, <laughs> de hogy van egy létező amerikai társadalmi réteg, egy 50 millió mondjuk Trump szavazó, és még azon kívül is, akiknek elegük van abból, amit a mainstream média állít, akkor is a igaz, amit a mainstream média állít, mert egyszerűen bizalmi hitelességi válság van, és a szerintem pusztán gazdasági érdekből, vagy vagy népszerűségi versenyben dönt úgy, hogy ezeket a témákat, amiket mind elhallgat, nem dolgoz fel, stb., ezeket feldolgozza. Nem véletlen az, hogy most a republikánus tábor is elment a kezdeti ukrán pártiságból, vagy Ukrajnát támogassuk azért, mert, mert van egy ilyen Moszkva ellenesség történelmileg, most elmentek abba az irányba, hogy megkérdőjelezik a pénzügyi támogatást, Zelenszky mégsem szent, és most az összes mainstream republikánus vagy Trump párti véleményvezér, az most Zelenszky támadja. És most azért a Véla is műsorában benne volt az, hogy patkány patkányképűnek, vagy nem tudom, minek minősítette az ukrán elnököt. Ez a vehemencia szerintem kiszolgálja ezt a. a Na nagyon jó. is. Csak Izacen hogyha ez egy média. Szegú és képül igen, igen, is igen. ez vagy. nem volt Tehát, hogy nem. Abszolút nem nem is. De, pillanat, de hogyha ez egy piac, médiapiac, és erre van igény, akkor miért csak az egy szem Carlson az, aki erre. Ráúsz, ráúszott, és megpróbálja ezt kielégíteni. De hogy is rengetegen vannak, csak a Tucker Carson az, aki... A mainstream médiáról, legügyösebb... én, a main, én a, mainstream, én médiáról beszélek, vannak természetesen különféle ilyen online próbálkozások az Egyesült Államokban, de gyakorlatilag nem tudtok még egy ilyen figurát mondani. Nem, hogy a, a Foxon se nagyon, de a többi tévécsatornán egész biztosan nem. Gazdaságilag ez szerintem fel, fenntarthatatlan, mert ugye a hirdetői piacot, vagy bármi más állami támogatást, akármit, ugye nem tudnak erre becsatornázni. Így, hogy Trump nem is elnök, így meg pláne. Ezt, hát hiába nézik az emberek, hogyha maga a gazdasági elit Szerintem ez azért van túloldalon is, mert hogy a e, Wagenknecht, azt hiszem jól mondom, a, Igen. A link és e, e, nő, ő is a, a hivatalos politikából a Youtube-ra menekült leginkább, és ő, ő ugye valoldali harcosan. Tehát ez, ez minden, hát a, aki ki akar szólni a mainstreamből, az mindenkorban ilyen. Akkor az az égként találja meg a saját csatornáit. Tehát hogy azért érdekes az alt-right, mert a a fősodratú médiának a 60-as évekből öröklendő, öröklött módon van egy olyan üzenet, hogy mi vagyunk a lázadók, mi vagyunk a szexuális forradalom gyermekei, miközben nyárspolgárok. És erre az, ezt az álszentséget rugja szét a, a, reakciós megszólalók, illetve altrájt megszólalók döntő többsége. Ezt a hipokrita hozzáállást. Ezért érdekes mert azt valóban az van, hogy nem azért érdekes, András, kerülgetjük itt a forrókását, mert egész egyszerűen az Egyesült Államokban sok nyugati, tehát Európai Országban is vélemény monopólium van, tehát egész egyszerűen tényleg, tehát a nyugati, nyugati média birodalma kirakták a malmot, nem, tud, nem, tudnak alternatív vélemények megjelenni. Hát te voltál az, aki a Covid-idén ezt a legkeményebben kritizáltad. Az egy más helyzet, hogy én nem érzem a, a, a vélemény, nem, szerintem nincsen vélemény véleménymonopólium, ez nem pontos kifejezés. Van egy dominancia, az van, ez tény és való, az van, de szerintem ezek általában elő szoktak állni. Tehát, hogy nem sokkal, sokkal érezted volna más, hogy ezt mondjuk az alkoholtilalom idején. Nem sokan érezhetted volna ezt máshogy, amikor effektíve fajgyűlölő kampányban kezdtek Amerikában a japánokkal szemben, és így tovább. Vannak ilyen periódusok, én, én azt gondolom, hogy, hogy az, tehát a mainstream az alapvetően ilyen. A mainstream ennek ezért unalmassá tud mindig válni. Csak itt van ez a Greta Thunberg faktor, hogy én lázadó vagyok, egyébként pedig a tenyerén hordozottja a mainstreamnek. Greta Thunbergnél... De ez igaz, az összes, összes hivatalos lázadóra, az összes igen, hókra, tehát ez egy az összes izére. Igen, tehát oxiboron hivatalos Sziperi. lázadó. Na menjünk tovább, mert van egy másik lázadó, akit úgy hívnak, hogy Emmanuel Macron, francia elnök, aki jelen. és a hivatalos hogy... is igaz rá. És hivatalos is, aki azért most egyre többször énekel ki ebből a nyugati kórusból, ugye van neki ez a stratégiai függetlenség nevű kifejezés, ami azt jelenti, szabad magyar fordításban próbáljunk meg már egy picit az Egyesült Államok geostratégiai érdekeiről leszakadni és meghatározni, hogy mi a, mik az európai érdekek. És most megint befeszült, mert az Egyesült Államok egy NATO irodát szeretne nyitni Japánban, ami tulajdonképpen a NATO csatlakozás, tehát Japán NATO csatlakozásának mondjuk úgy, hogy az előszobája ha nem tévedek, vagy legalábbis magában hordozza ezt, és ez nagyon nem tetszik Macronnak, nyilván úgy gondolja, hogy ez egy olyan plusz konfliktust, olyan potenciális konfliktus színteret tud behozni a NATO-ba, amit Franciaországnak, meg szerintem egész Európának nem érdeke. Na most az első kérdés, mert csak itt fönnhagytam a hangsúlyt, hogy, hogy, hogy szerintetek Macron meddig tudja járni ezt a táncot, és mennyire őszinte ez a tánc? Hát szerintem 2026-ig tudja járni. Jó, rendben lejár a mandátum. Ez Így két. van. De amit te most elmondtál, ha kicseréljük Macront és beírjuk helyette Dögolt, akkor nagyjából ugyanezt kapjuk, és ugyanez a vita lezajlott, ugye amikor kiléptette ráadásul Franciaországot a NATO integrált katonai szervezetéből. Ez a francia politikának a, a sajátosság, ez következik, Macron francia politikus, előtte is sikeres volt már, miért gondoljuk azt, hogy ő máshogy fog eljárni? És nem francia politikusként. Aki más gondolt, aki úgy gondolta, hogy ő majd az európai politika Greta Thunbergje lesz, mert voltak nyire, az tévedett. Ez egy, egy francia politikus. Eh, ahhoz viszont, hogy európai érdekekről először beszéljünk, az Európát kell csinálni, de tudni kell, hogy kit hívunk fel. Eh, Macronnak nem? Az Egyesült Államokkal van csupán baja, bár volt nem csak NATO-val kapcsolatban, hanem mondjuk gázszállítás áraival kapcsolatban is igen érdes nyilatkozatokat tett közzé, hanem ugye az Európai Bizottság működésével, ugye általában azzal, hogy, 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 mi történik. Szóval szerintem jövőre, ugye lesz egy EP választás, ez lesz a kisebb jelentőségű. Az EP választás le fog járni a bizottság mandátum. Kell választani egy új bizottságot, az viszont a tanácsnak a Hát nem azt mondom, hogy a, a nagyobb szerepem elven ugyanannyi, de hogy a tanácsnak van ebben mégis, szóval, a... szóval, Igen, ki. így van. Az utána lévő tanácsülés lesz érdekes. Meg ugye az addig lezajló európai választásokkal mi lesz. Szerintem Macron erre készül, ahogy egyébként részben Orbán Viktor is, hogy hogy megpróbálják Európa alá rendelni az európai intézményeket. Ez egyébként hozzáteszem, ez tényleg az alfája és az omogája annak, hogy egyáltalán európai politikáról beszéljünk. Ezek nagyon jó kérdéseket vetettél föl, viszont az első fél idő most lejárt. A, egy rövid szünetet tartunk, aztán a hírek után visszajövünk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Hont Andrással, Kiszeri Zoltánnal is, Kulifai Mátéval. András egy érdekes fejtegetésbe bocsátkozott, mielőtt kényszerűen félbe kellett szakítanom, uh, tulajdonképpen... De már Macron túl vagyok rajta. Róla, de már túl vagy rajta. Ha nem akarom most még egyszer, tehát nem akarom elkövetni ezt a hibát, hogy összefoglalom, de ha jól értem, akkor Macron egy európai játékot játszik és készül az Európai Uniós tisztújításra. Eljel... Ha megnézzük, hogy mi vár ránk, ugye az látszik, hogy az orosz foszilis energiáról és hát a vannak törekvések, hogy az orosz nukleáris energiáról is váljon le az Unió, és utána a kínai gazdaságról, ugye ez látszik. És akkor Macron hazajött márciusban Kínából, a repülőgépen adott egy interjút, és mondta, hogy hát az, az Uniónak nem szabad automatikusan az USA álláspontját követni, hát ő máshogy fogalmazott, de ez le az a lényege, kicsit durvában, és ugye ez a lényeg, hogyha, hogyha Kínával, Kína és Tajván között konfliktus tör ki. Hát igazából ez fontos, mert ugye ez egy olyan álláspont, ami már előrevetíti azt, hogy ha Trumpot újra választják, vagy olyan politikust, aki ezt a Trumpi politikát folytatja, és felgyorsul a Kínáról való gazdasági leválás, akkor ugye Macronnak már is van egy olyan témája, amit vagy elengedhet, Uh -huh. Vagy ugye ő Európát uh, tudja, az Európai és Kína közti viszonyt a kezébe tudja venni, mert ő már korán kiállt ugye európai kínai uh -huh. kapcsolatok megőrzése mellett. És hát ugye ami a, az európai szerepét jelenti igen, hát ugye többször elmondta legutóbb tavaly május 9-én Strasbourgban, a vízióját, hogy az Uniót ugye a németek meg a franciák vezetik, mert franciák politikailag, a németek finanszírozzák, és ugye ugyan az Eurózón a Schengen vezet utána a többiek, és kívül, akik kívül maradtak az Európai politikai közösség, ezt most Kis Jenőben, Moldvában. Ott meg is beszélték talán elsőjén. Tehát ezek a Macronnak vannak tervé, csak nincs hozzá pénze, mert a francia gazdaságnak az euró rosszat tesz, a franciáknak nem jó az euró, stagnál a gazdaságuk, ugye súly reformokat kell végrehajtani, és hát ami a rövid távú haszon, most nyáron nem sokára elindul az európai szuverenitási alapról való vita, hogy a franciák és az olaszok folyamatosan azt szeretnék, hogy vegyen fel az Unió újabb milliárdos, százmilliárdos hiteleket a gazdaság fejlesztésére, a franciáknak az 53 atomreaktorból 40 kéne felújítani, nincsen rá pénzük, oroszokkal szeretnének együttműködni, ugye a lengyelek, litvánok ezt megtorpedozzák, tehát sok problémája van Macronnak, és ő mindig előre megy, elő, nagy víziót húz elő az ingójából, és ezzel a nagy vízióval próbálja ezeket a problémákat, most csak hármat, négyet ecseteltem, ezeket megpróbálja valahogy felülírni, mert mindig a jövőre vetíti a várakozásokat, hogy ne a nyugdíjreformról, meg a francia gazdaság helyzetéről kelljen beszélni. Így van, szerintem is egyébként egy politikai játszma az, hogy a, a gazdasági nehézségek vagy kormányzási kudarcokat azokat ilyen politikai e, megmondásokkal lehet pótolni. A másik, ami Andrásra e, reagálnék, hogy azért arra emlékezzünk, hogy négy évvel ezelőtt e, pont Emmanuel Macron meg a visegrádi négyeknek a, egyfajta szövetségéből született meg, hogy Ursula von der Leyen lett a nevető harmadik, ha jól emlékszem, a szivar füstös szobák... E, Hát az meg van, Merkel, tehát, hogy azért a, a mentort ne felejtsük el. Abszolút, én, ugye itt a mérleg nyelve volt, én, hogy a, a kedvelem Merkel, a Pál Patin szerátorné ott. De <laughs> <hírt> az látszik egyébként, hogy pont Merkel távozásával van egy olyan vákum, Erre mondom, hogy el a szelja, elkész a műhold, az elrepült. Abszolút, és ugye ebbe a vákumba próbál belépni Emmanuel Macron, csak ugye más azért Angela Merkelnek német kancellárként ezt a pozíciót betöltenie, vagy, egy, egy ingadozó társadalmi káoszba fulladó Franciaország vezetőjeként ezt, ezt a, funkciót betölteni. Szerintem ez, ez a Franciaország esetében ez konstans. Ez a, de most <laughs> mindent, ez, szerintem hiba a francia eh, gazdaságot, politikát megítélni úgy, hogy az problémáik van. Mindig problémáik van. Erről szól a francia eh, politika évszázadok óta. Eh, és ettől még ezeken úrá tudnak lenni. Néha államosítanak egy kicsikét, néha privatizálnak, adott esetben ugyanaz a személy. Amikor néha eh, Kivonulnak az utcára néha pedig ugyanazok szétverik azt, akik előbb kivonultak, ilyen a francia politika. De azt nem lehet azért egy kézlegintéssel elintézni, ami például ma reggel történt, hogy egy késes támadó, egy bevándorló összeszurkált anszi városában, egy parkban fél tucat embert, köztük négy kisgyermeket is, az egyik, hát amikor legutóbb olvastam, akkor élethalál között volt. Tehát ezért. Lehet, hogy egy kicsit, tehát a Bataclan merénylet, meg a többi terrortámadás után már úgy, úgy valahogy úgy hozzáegyződtünk ezekhez a hírekhez, de azért ez mégiscsak döbbenetes, nem? Tehát, de hogy, de ez, a... Tehát, hogy a... Akkor ez a francia valóság, és akkor a... így, ez, így mennek itt a dolgok? Ha felnagyítjuk fel, mondjuk, a, 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 ki volt az a, a, az a helyzet, próbálom ezeket elfelejteni, kiszúrta a feleségének mind a két szemét, pár hónapos bűnügyi hír Magyarországon, erről meg mondjuk Magyarországnak a belviszonyaira közvetítünk, vagy amikor megölték a kislányt, nem olyan régi, és így tovább. De az Ezek bűncselekmények pszichopaták követik el. Igen, de itt azért az francia, valószínűleg ilyen Franciaországban is történik, ez, ez, e, e, hogy is mondjam, minden társadalomban vannak beteg emberek, de itt ez egy támadás volt, ilyenek viszont nem történnek Magyarországon, tehát neked azzal azért nem kell számolnod, hogy kiviszed a gyereket a városligetbe, és akkor egyszer csak valaki késsel összeszurkál. Igen, tehát, de azért ez nem, nem pedag... egy... Hála Istenek ez, a magyar valóságnak nem része. A francia valóságnak sajnos része, és sok nyugat-európai városnak. Köszönjük meg akkor Bán Lászlónak és a GER projektnek, hogy ilyen nem fordulhat. most cinikus vagy, ez most cinikusan mondod, de pedig szerintem ez egy kicsit komolyabb téma. gyerekkoromban sűrűn vágtam ott át, és akkor csak ez igen, némileg cinikusan tettem ezt hozzá, de hogy most a városliget ugrott be, és ezt nem tudom hozzá, gyerekkoromban a történtek ott egyéb atrocitások, mostanság valószínűleg kevesebb. szerintem Andrásnak igaza van, hogy a Covid óta olyan szintű mentális uh, egészségügyi válság van, szerintem szerte a világban, Ez de a Európában így. pláne, ami egyszerűen ezeket a ilyen látens elmebetegeket egyébként katalizálta, amivel nem el akarom söpörni a franciaországi bevándorlás. Látens elme, elmebetegeket manifest elmebetegek kétett. Abszolút, és, 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 azért, hogyha megnézzük, ami ugye említetted, hogy ilyen nem történhet Magyarországon játszótéren, én is nagyon remélem, hogy nem történhet. A francia alpok gyöngyszemében sem gondolták egyébként, hogy ott történhet ilyesmi, mert nem más helybe városáról beszélünk, hanem egy, egy gondolj vissza Nidzára, amikor ugye belehajtottak a tömegbe. Tehát, mm -hmm. hogy abszolút, nem, nem is ezt, ezt... akarom sodorni, csak az, hogy a, a, olyan mentális válság van, hogy sajnos Magyarországon mm -hmm. is olyan bűnügyi esetekről számolnak be, családon belüli erőszak kapcsán, amiről én, én nem emlékszem, hogy korábban ennyire sűrűen, ennyire durva esetek lettek. Magyarországon arra. az emberölések száma... Nagyon alacsony, a világ egyik legbiztonságosabb országa is. Mm. a rendszerváltás óta folyamatosan csökkent. Tehát Magyarország egy biztonságos ország. Franciaország szerintem nem az. Tehát, hogy ha az ember járkált már francia nagyvárosban, különösen annak a rosszabb részein, a dolgozóneknak hívunk, az azért az, az, az tényleg param. Ez a migrációval függ össze, amire ez az eset rámutat. És hát igen, ugye ma volt pont a belügyminiszterek tanácsának az ülése, és ott ugye pont egy a kvótának futottak megint neki. És ugye most ott tartanak, hogy, hogy hogyha most a külső határoknál akarják eldönteni, hogy kit engednek be, kit nem engednek be, de hát még egy ország sem jelentkezett arra, hogy ilyen tranzitzónákat szívesen létrehozna. mert... De ha jól értem, akkor ők, tehát az, ezt a bizottság gyakorlatilag előírja, hogy mennyit kell. Bár a mi nem a kvóta... látjuk a végső tervet, de ha jól értem, akkor Magyarországra is ki akarnak róni egy egészen durva a kvótát amennyit tranzitzónába be kell kötelezően fogadni. A kvóta már megvan, ez a Juncker képlet, ezt a Jean-Claude Juncker elnökség, amikor ő volt a bizottsági elnök, elfogadták a Juncker képletet, ez azt jelenti, hogy van egy matematikai képlet, amiben különböző változók vannak, GDP, munkanélküliség, lakosság. Most a tranzitzónáról beszélek. Na igen, csak hogy utána, akik kijönnek a tranzitzónából, azokat osztanák szét, és hogy most az a terv, hogy be kell fogadni egy számú embert, ha nem fogadsz be, akkor meg fejenként 20 ezer euró büntetés uh -huh. kell fizetni, amivel a német, meg francia, vagy más gazdaság lehet élénkíteni, ahová befogadják ezeket az embereket, még gyorsan még a mentális állapothoz. Tehát persze borzasztó vannak Magyarországon is emberek, akik olyan mentálisan e, e, problémákkal küzdenek. Igazából szerintem ami Tamás által felhozott eset, ez azt mutatja, hogy, hogy azok, akik idejöttek és nem tudtak beilleszkedni, na ők azok, akikkel pluszban probléma van. Mondjuk Németországban most azon, arról vitatkoznak, hogy a pályaudvarokon, a tömegközlekedési eszközökön és ezek mekkora körzetében legyen tilos kést magadnál tartani, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő. Tehát Európában mondjuk 20 éve az nem volt vita, hogy a pályaudvaron, meg a tömegközlekedési eszközön, meg a pályaudvar 50-100-200 méteres körzetében ne legyen kés az emberek. Jó, csak 20-30 évvel ezelőtt a média nem is így működött. Ezek a nagyvárosok, főleg ezeknek a nagyvárosoknak a külvárosai, évtizedek, sőt évszázadok óta nem a biztonságnak a, a garanciája, egyszerűen nagyváros szerepből adódóan. Ráadásul az igaz, ha e körül próbáltok keringeni, hogy a volt egy armatartó országoknak a szerepe a, a beőzönlő egykori gyarmati területekről az ember, embertömeget, illetve ezeknek az integrációja sikeres volt-e, avagy sem. Nem volt sikeres. Ez egy kudarctörténet Európában. de akkor miért akarják, hogy függetlenül... Ezt a kudarcot mi is elszenvedjük? De azért a más, mert a világnak részei vagyunk, hogyha a világ egyik része fogy és öregszik, a másik része pedig nő és fiatalodik, az ki fog egyenlítődni. Mi is de így kerülünk ide. A kérdésem nem erre ez, irányult, hanem arra, hogy ezt másod. miért nem dönthetik el a magyarok. Miért akarják ezt Brüsszelben eldönteni? Lehet, hogy a magyarok rossz döntést hoznak, ők nem akarnak bevándorlót, majd aztán magunkra vessünk. Egyébként ráadásul hogy... még de Miért nem dönthetjük el mi? Tehát, hogyha baj. ez egy ekkora jó dolog, akkor miért akarják így ránk erőszakolni? Akkor miért nem tartják meg maguknak? Milyen maguknak? Részei vagyunk mi is Európának, és az európai, hogy is mondjam, nem túl jelentős áldozatvállalásból mi is ki tudjuk venni a részünket, ráadásul most... itt nem annyi emberről van szó, miatt különösebben fenn kéne akadni. Ráadásul a magyar kormány is bevándorlókkal számol, mert például a most építendő akkumulátorgyárak egy jelentős részében eleve vendégmunkások elhelyezését tervezi. Az... Ez, a, ez a vitas szerintem sokszor sok helyen lefoly, talán már köztünk is, tehát bevándorlás mindig volt, vendégmunkások mindig voltak, itt nem erről van szó, itt arról van szó, Magyarországot arra akarják kényszeríteni, hogy azok, akik ott állnak a szerb határnál, kővel dobálják a magyar rendőröket, sőt, volt már rá is előttek, hogy ezeket kell nekünk befogadni, ezeket, tehát hogy lehet, erről, erről, erről Jó, van tudod, szó. tudod mi, Tamás, akkor mondom azt, hogy ez engem nem érdekel ez a része, hogy is mondjam, ez egy olyan, hogy mindenki elmondja, az, az, az történik, hogy van egy olyan folyamat, amely megállíthatatlan akár kerítéssel, akár parti őrséggel, bármi más, az megállíthatatlan kérdés az, hogy elébe mész -e. Szerintem az egy legutébb, legitim európai cél, hogy maradjon meg a Reimszi székesegyház, maradjon meg Hollókő, maradjon meg minden európai szín, stimmt, akkor viszont úgy kell válogatni, eleve, mint mondjuk Ausztrália, amelyik meghirdeti azt, hogy ki jöjjön ide hozzánk, ugyanezt kell megtenni, mert különben, különben el fogja borítani Európát előbb-utóbb a fakardal a, foguk között érkező bevándorlók tömeg. Ezért fontos, amit mondtál, azért ezt ne, ne, hagyjuk elvaratlanul ezt a szállat az akkumulátorgyárakkal a vendégmunkásokkal, mert a miniszterelnök pont azt mondta, hogy először, hogyha munkahely van, először jönnek a magyarok, ezért mondta, hogy békés megyébe kéne, mondta, hogy átrakni a gyárakat, mert ott még ugye kevesebb ilyen van, vagy vannak az országnak olyan részei, ahol még kevesebb ilyen üzem van, külföldi üzem, és ahol még úgymond több, talán több a szabad munkaerő. Tehát első körben a magyarok jön, Jönnek, és utána jöhetnek az uniós külföldiek és a vendégmunkások. Ez nagyon fontos látni, hogy amit a Tamás elkezdett mondani, hogy akiket ide akarnak telepíteni, az unióban ott vannak a tervek, hogy, ugye, hogy, hogy először menedékkérő, aztán át, menedékkérő azt átminősítik, esetleg még állampolgárságot is adnak neki. Egy vendég... idővel, nem azonnal, idővel. A vendégmunkás az meg jön, dolgozik, hasznot termel, tisztességes fizetés kell adni neki, ez nagyon fontos, és utána hazamegy. Tehát ez a vendégmunkás. Tehát itt különbséget kell tenni a migráns között, akit ránk akarnak lőcsölni állampolgársággal, de vannak ilyen német számítások, Mindennyik, hogy felnőtt, felnőtteknek 20 négyzetméter, gyerekeknek 10 négyzetméter, egységes alapjövedelem, hogy ne menjenek el egyik országból a másikba. Tehát ezek a van, tervek... akik itt ülünk, azoknak a felmenői már 896-ban gyerek alatt puhított húsként kerültek ide, ugye? Nem, nem azt mondom, hogy nincs mozgás, abban igazad van, csak az a kérdés, és erről szól ez a vita, hogy, hogy úgy hogy ellenőrizetlenül engedsz be embereket, korlátlan időre, vagy ellenőrzötten, de és ezt, mondom, ezt mondtam még egyszer, hogy ennek a Folyamatnak elébe kell menni. Persze, én azt akartam ellenőrzőtten... mondani, hogy ez történik. Tehát én arra akartam utalni, hogy a vendégmunkás rendszerrel pont a magyar gazdaság érdekei lehet. Tehát, tehát ezek kettőt szerintem összehozzák, amit a nyugatiak elrontottak, mert Má... ők is így indultak, csak ők elfordultak. Itt nekünk ezt figyelnünk kell, hogy a nyugatiak milyen hibákat követtek el. Ha már van még ez vélemény, azt szívesen meghallgatjuk. Azt... Egyetlen egy mondat, hogy, hogy itt szerintem a, a probléma vagy a kockázat abban van, hogy mint amikor ugye Merkel mondta, hogy nyugodtan jöjjenek, pont a szírek. Európában hogy ezek, ezek, az ilyen uniós kiszólások a vezetők részéről hogy egyfajta meghívók azok számára is, akik amúgy nem kényszerből menekülnek el ezekből az országokból, vagy akár egy szomszédos országban menekült táborban vannak, hanem egy meghívó, hogy gyerekek sokkal jobb életszínvonalatok lehet itt Európában. És itt is ugye egy szíriai emberről van szó, aki Svédországban már kapott menekült státusz, majd átvándorolt Franciaországba, tehát nem arról van szó, hogy egy állás kapott el, eljött, itt dolgozik, majd visszamegy, hanem ezekkel a szólamokkal, hogy rendszert építünk arra, hogy nyugodtan jöjjön ide mindenki, annak, abban van egy ilyen kockázat. Újabb portrén pattant ki Brüsszelben. A politikónak az európai, tehát brüsszeli kiadása rendszer szintű problémákként beszél arról, hogy az Európai Parlamentben a képviselők beosztottai kárára elkövetnek bizonyos visszaéléseket, zaklatják őket. Ez ugye eléggé tág fogalom, ebben van ö, szóbeli megszégyenítést, fizikai tetlegességen át, szexuál, konkrét szexuális zaklatásig sok minden, 37 személlyel kapcsolatban, ö, 37 személyt kérdeztek meg erről, és úgy tűnik, hogy ez egy elég széles, széles és kiterjedt probléma. Na most, ugye hallottuk, hogy vannak korrupciós ügyek, most jönnek a zaklatási ügyek. Véletlen lenne? <laughs> voltam, ott, de rá, de <laughs> hogy hogy most ilyen sok botrány jön ki az Európai Parlamentből? Hogy, hogy most kezdjük csak megismerni ennek a kiváló testületnek a árnyoldalát? Van egy saját műsorunk egy másik csatornán ott a hét elején. Tehát azt itt nem élik reklámozni. <laughs> Igen, de én nem mondtam el a nevét, hogy az öt című műsorról van szó, ahol ezben e, e, már összetűzésbe kerültünk egymással a héten, és nem tudtam ebből jól kijönni, szóval nem kötelező elmenni az Európai Parlamentbe asszisztensként sem feltétlenül dolgozni, nem gondolom azt, hogy ugyanaz lenne a helyzetük, mint egy ö, ö, kisvárosi munkással, ahol van egyetlen egy üzem. Ezen most nem azt akarom mondani, hogy hajrá minden létező Európai Parlamenti képviselőt, felszólítok arra, hogy már pedig molesztálja a titkárnőjét, eh, hanem hogy egy nagyon sok esetben mint a bunkó főnöknek a, a az zajlik, ami adott esetben lehet jogos. Csak az a helyzet, hogy ha fenntartunk egy ilyen valamit, mint az Európai Parlament, ami nekem az a véleményem, hogy nem kéne fenntartani, mert ez egy európai dühöngő, eh, akkor, akkor az, azoknak bizony mentálmi most sokkal fontosabb az a jog, ami megilleti a választókat, hogy nekik legyen képviseletük ebben, eh, elsősorban a választóival kell, hogy elszámoljon mindig egy képviselő. Erősebb jog, mint a, mint a adott esetben a munkavállaló. Én ezzel messze menőkig nem értek egyet, tehát az, hogy a mentelmi jog mögé be lehetne bújni, és akkor ha nem tetszik, ha nem tetszik valakinek a stílus, akkor el lehet innen menni, azért ez szerintem ez nem, nem egy túl hát, egy hát, bizt... például az, hogy tehát a, közt, ez, tehát, a szexuális zaklatás az egy köztörvényes bűncselekmény. Az így van, de az tehát, bűncselekmény. Abban, tehát Abban, tehát abban, szerintem eljárást kell indítani. Ezek eddig ugye a cikk, tehát a politikus cikke szerint ezek eddig szőnyeg alá voltak söpörve. De a bűncselekmény, ez, különösen, bűncselekmény, ez van. különösen, ez különösen, azért érdekes, mert ugye ez az a testület, mármint az Európai Parlament, amelyik a legvehemensebben jön szembe Magyarországgal, állítja PC-zte ki magának. Tehát, van korrupciós ügy, most már van a zaklatás ügy, Abszolút, de én nem pont ez a probléma, mert az, hogy van egy bürokratikus intézmény, amiben van egy hatalmi láncolatot, a hatalmi kapcsolatokból sajnos következik is az, hogy, hogy az ilyen jellegű zaklatások minden természete előfordul. Ezt üldözni kell, zéró toleranciát kell ezzel szemben alkalmazni, de szerintem ez messze nem csak az Európai Parlament sajátossága, hanem az összes ilyen intézmény Lehet ENSZ példákat is hozni, meg nagyon sok más miatt multinacionális szégeknél. Ami probléma szerintem az, hogy az Európai Parlament nem politikai döntéseket meg hatékony megoldásokat hoz és teszi jobbá az emberek életét, hanem moralizál. És onnantól kedve, hogy az Európai Parlament kvázi prédikálja az egész Európának, hogy mi a jó és mi a rossz, és ki a jó fiú és ki a rossz fiú, Onnantól kezdve ez, 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 ez sokkal fajsúlyosabban jön ki, hogyha az ő esetükben ők nem mutatnak ebben példát, hogy ezeket megvalósítják. Tehát az összes ilyen jellegű állásfoglalásuk ezentúl inkább egy politikai fegyver, mint sem szívből jövő, nem tudom, világnézet. A Kylie ügynél volt talán egy szorosabb összefüggés, mert ott pont arról volt szó az Európai Parlamentben, hogy ha a bizottság megegyezik Lengyelországgal és Magyarországgal, akkor a, a, az Európai Parlament többsége ugye kilátásba helyezett egy bizalmatlansági indítványt von der szemben, a bizottság elnökével szemben, és hát ebbe a feszült helyzetbe Ebben a helyzetben pattant ki a Kályli ügy, és hát úgymond ez a viharfelhő eltűnt a bizottság felől és a megállapodás is ugye megszületett. Aztán, hogy ez mennyivel vit bejebb minket az uniós pénzek folyósításához ez egy másik kérdés, de akkor volt egy ilyen dráma, drámai pillanat, amikor ez az ügy a parlamentnek a hatalmát csökkentett. Most is vannak azért ilyen ügyek, csak ezek nem annyira vannak a politikóban írnak erről naponta. például hogy az Európai Parlamentnek a legnagyobb frakciói elkezdenek arról beszélgetni, hogy automatikusan kéne ezeknek a legnagyobb frakcióknak, a párti frakcióknak például a legfontosabb tisztségekről dönteni. És olyan megint ott tartunk, hogy hát akkor az állam és a kormány fők szerepét ezt csökkenteni, és hát vannak olyanok, akiknek ez tetszik, vannak akiknek nem, és hát nyilván ezek a politikónak is azért mondjuk így, hogy azért nem a, a, szél fújja be a postaládájába ezeket az ügyeket, vagy nem ott nyilván ezek az ügyek vannak, amik kipattanak, vannak, amik nem, de a belga rendőrségnek is ugye a lehallgatási jegyzőkönyvei meg ezek a, ezek is befújja a szélőket véletlenül ugye, a, a, az ottani szerkesztőségekbe. Tehát az a lényeg, hogy mindig vannak politikai folyamatok, amiket az ilyen szivárogtatásokkal lehet befolyásolni. Érdemes ezeket ilyen. Én mindig azt mondom, hogy lássuk a pontokat, és keressünk vonalakat a pontok. Tehát akkor, ha jól értem... Egyetlen, Mátéhoz egyetlen egy félmondatnyi hozzáfizést teszek, nem csak az Európai Parlament és képviselői moralizálnak, az asszisztensek, akik a, a teljes intézményrendszer nagyjából egészéből, úgyhogy el vannak egymással. Ez így most, miközben nulla a felelősségük jó formában. csak a Zoli, Zolihoz akartam visszafordulni azzal a kérdéssel, hogy jól értem akkor, hogy te ezt az ügyet, ahogy a korrupciós ügyet is, ezt a számtalan korrupciós ügyet, ami kiderült az Európai Parlamenttel kapcsolatban, ezt arra vezeted vissza, hogy az Európai Parlament és a bizottság. Között van egyfajta hatalmi túlsakodás, ha jól értem? Hát több szereplő a tanács és a és parlament a között, igen. Tehát nem mm -hmm. akarok minden mögött össze, összeesküvés elméleteket keresni, csak arra utalok, hogy vannak folyamatok, amikben a parlament mindig próbálja kiterjeszteni a befolyását, a hatalmát. Ez természetes, mert minden intézménye szeretné, és amikor ilyeneket hallunk, vagy ezek több napig a sajtóban címlapon szerepelnek, mm -hmm. akkor ez nyilván azt is eléri akarva akaratlanul, hogy visszatolják a parlamentnek a hatalmát. És most, hogy egyre több ilyet hallunk, ahogy egyre közelebb kerülünk, ahogy ti is említett, tettétek uh -huh. az európai választáshoz, illetve az új bizottságnak a megalakulásához, hogyha a parlamentre nézve minél több ilyen hátrányos hír meg, úgy ebben a játszmában, egy háromszereplős játszmában, plusz a tagállamok játszmájában, a parlament, amelyik mindig tolta kifelé a határait, most vissza, visszaszorul. De szerintem ez van, igen. No, mi is három percünk maradt, és ez nem sok, és belpolitikával még nem <laughs> foglalkoztunk nem mintha örülten sok dolog történt volna, de volt itt egy téma, lehet, hogy nem az elmúlt héten, talán picit régebben, de Gréci Zsolt, a dk képviselő elszólta magát egy Andráshoz közel álló tévécsatornán, és azt mondta, hogy Karácsony Gergely, arra utalt, hogy Karácsony Gergely kilépett a saját pártjából. Én pontosan tudom, hogy a szavai hihetőségem az nem vetekszik Gyurcsány Ferencével és pártjaival, de én úgy tudom, hogy ez nincsen így. akkor miért mondta ez Gréci? Nem tudom, nagyon örülök, hogy képet nem mellékelt hozzá. <coughs> <laughs> Egyébként szerintem édes mindegy, hogy kilépette, vagy sem, a karácsony, mert ő, is, ő mindig is egy ilyen külön bolygó volt ebbe az univerzumban, <coughs> hogy most a párbeszédnek a párt kötelékében van, vagy sem, az ilyen szempontból nem oszt, nem szarod, mert mindig ő egy ilyen külön játékos volt, aki mögé becsoportosul, egy bizonyos mért ö, 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 számú ellenzéki párt ö, család, <coughs> vagy, vagy, vagy inkább ejtik. Ezek ilyen mikrocsaládok, mondjuk. Igen. <laughs> Ugye Karácsony Gergelynek volt egy fenomenális javaslata a pártok felé, főként a dk alól akarta kiúzni a szőnyeget, hogy ő független főpolgármester jelöltként indul, támogassa őt az összes baloldali párt cserében, ő mint független pártok fölötti főpolgármester, jelölt támogatni fogja ezen pártok egyébként szintén pártlogok nélkül induló kerületi polgármestereit, és így remélte, hogy. Szerintem ez lesz, szerintem itt, itt a karácsony meg fogja enni talajszinten a, a többieket és szerintem ezt nem is csinálja rosszul már, mint ezt a politikai taktikázást. Az pedig, hogy önmagában a, szerintem a párbeszédből kilépni sokkal egyszerűbb, mint belépni. azt jelenti, az meg is kell találni. Ez ilyen mikroszkóp kell, az nem fog menni. Ez egyébként igaz, amikor egy hölgy kilépett a KDNP-ből, akkor se értettem, hogy miért ez a hírt, fordítva lett volna inkább. Rémálmai mondani egyébként egy párbeszéd KDNP kormány alakul Magyarország. A KDNP egyébként nagyot igazolt nem olyan régen, ugye maga Navaracs és Tibor Tibort, igen. tehát itt ezzel elnéméleg ellent mondanék neked. Ennyi fér bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a iradó.hu-n, addig pedig tartsák szárazon a napos